3-0-ra kikapott szombaton a magyar női labdarúgó válogatott Ausztriától világbajnoki selejtező mérkőzésen. A csapatban ott volt Jakabfi Zsanett is, aki a magyar válogatottból egyedülként szerepel a talán legrangosabb európai bajnokságban, a Bundesligában. Egy kis értékelés következik, majd esélylatolgatás Zsanettel és a szövetségi kapitánnyal is. Vágó Attila szintén itt van velünk, aki a magyar női labdarúgó válogatott irányítja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És ugye csak arról beszéltünk, hogy ugye ez a legrangosabb európai bajnokságban játszol a Bundesligában, de azért ezt az apróságot ne felejtsük el, hogy egy totális éven vagy túl, ugye, ha szabad így fogalmazni, ami a Bundesliga ténykedésedet illeti, mert hát abban a különleges helyzetben vagy, hogy Puskás Ferenccel kívül te vagy az egyetlen másik labdarúgó Magyarországon, aki bajnokok ligáját nyert, ugye a Wolfsburggal, ráadásul egy nem akármilyen esztendő végén, mert hogy a BL az csak hab volt a tortán, hiszen volt még mellette egy német bajnoki cím, meg egy kupa arany, ugye? Igen. Ez azért így egy szezonra elég sok. Tehát azért így azt lehet mondani, hogy nem volt több dolog, amit ki lehetett pipálni, nem? Hát igen, ez egy életre elég sok szinte. Nem, igen. Tényleg. Egy év ebben az évben egyszerűen összejött minden, amit elterveztünk, és igazából megérdemelt volt ez az egész persze a végén. Ugye, aki látta ezt a mérkőzést a Lyon ellen, hát ők azért jobbak voltak, de ez a tipikus német mentalitás, hogy ha jobbak, ha nem jobbak, akkor is mi nyerünk. És a végén tényleg így is lett, és megküzdöttünk azért a sikerért, azért az elismerésért, amit most ebben az évben ugye kaphattunk. Hány éve vagy egyébként német idegen légiós? Most az 5. éve. Az komoly. Az azt lehet mondani, hogy akkor azért volt mögötted már ezzel a csapattal elég sok ahhoz, hogy ezt a címet elérjétek. Igen. Szóval ez egy hosszú menetelés volt, ami eljuttatott benneteket ideig, Zsanett? Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon megdolgoztátok ezt az utat? Hát meg. Én amikor ugye kikerültem, még akkor kezdett ugye alakulni ez a csapat, szóval voltunk 7., aztán voltunk 5., aztán úgy valahogy elkezdődött, hogy jobb játékosok is igazoltak hozzánk, és igazából nem is értettük, hogy milyen perspektívát látnak ugye bennünk. De aztán tényleg hoztunk 2-3 játékost a tavalyi, az akkori győztes, BL győztes Potsdamból, és igazából akkor ugye megváltozott nagyon sok minden. Az edzések is, a szakmai stáb is, a hozzáállás is, úgy hirtelen mindenki sikeres lett, és ugye rögtön abban az évben már másodikak is lettünk meglepetésképpen, és senki nem gondolta arra, hogy mi még egyáltalán a tabellán valahol ott elő leszünk, igen. És onnantól kezdve ugye már teljesen reális célok voltak azok, hogy valamilyen kupát ugye megnyerjünk, legyen az a bajnokság, vagy a BL, vagy a német kupa, de hogy mind a hármat. Nekem volt az év elején egy ilyen nyilatkozatom, hogy hát igen, legszívesebben megnyerném mind a hármat, de hát ki tudja, mi lesz. Visszakeresték? Mert ilyenkor visszakerestem, persze. Sokat is kaptam annó az miatt, hogy hát hogy lehet ilyet mondani? Hát mondom, most tessék. Miért ne? És másodállásban valami, nem is tudom, valami jóslást is vállalhat már. Igen, lehet, jó lenne. Jó keresnék vele kártyát. Kapitány úr, hány Jakabfi Zsanett kellene a magyar női labdarúgó válogatottba, hogy dicsőbb legyen a szereplés, mint amilyen most például Ausztria ellen volt? Igen, hát hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy mi eredményesek nemzetközi szinten, akkor a csapatban legalább a keretben, egy 21-es keretben legalább 10 külföldön levő játékosnak kell, hogy legyen. Ha csak a mostani osztrák csapatot nézem, az ő csapatukban 9 játékos volt, aki nem az osztrák bajnokságban. Például abban a Bundesligában is játszik, igen, a Zsanett is játszik. Igen, és a mi csapatunkban meg egyedül a Zsani. Tehát amikor már nálunk is lesznek a legtehetségesebb játékosaink, előrébb jegyzett kultúrába, női labdarúgásról beszélünk, ugye játszanak, akkor majd a nemzetközi szinten is előrébb fogunk lépni. Ez azt jelenti egyébként, hogy Zsanett gyakorlatilag a magyar női labdarúgó válogatott játékosainak tudásához képest fényévekre jár, hogy ő nem csak egy európai elit bajnokságban, de ráadásul a legjobb csapatban játszik, vagy mi lehet az oka annak, hogy más hölgyeket a magyar válogatottból nem visznek? Tehát ekkora tudáskülönbség? Hát igen, én azt mondom, vannak tehetségeink. Vannak olyan játékosaink, akik ugye a keretben már voltak esetleg külföldön, de nagyon sok olyan játékosunk van, akinek a közeljövőben azt kell mondanom, hogy előrelépünk nemzetközi szinten, akkor el kell, hogy menjenek az országból. A mi magyar bajnokságunk még nem ér el arra a színvonalra, hogy az itt tenni mérkőzéseken edződjönek a nemzetközi szintre. Hát ezt a férfiakra is szokták mondani. Igen, de még nagyobb különbség van. Tehát nálunk van tulajdonképpen most a magyar női bajnokságban 3 csapat. Ez a 3 csapat játszik egymással, az maximum akkor 4 mérkőzés, ami egy éves szinten a nemzetközi szinten. Tehát az, hogy 4 nemzetközi szintű iromú mérkőzés játszunk, az nagyon kevés. Egy lehetőség van most, nagyon kevés női labdarúgónk van.
jó kiválasztani azokat a válogatott szintű labdarúgókat, ezeket a játékosokat helyzetbe hozni, olyan lehetőséget biztosítani nekik, hogy több edzésen vegyenek részt a válogatottnál, hogy több nemzetközi mérkőzés játszunk, és akkor ugye minél hamarabb a 17-18-20 éves játékosaink külföldre menjenek jobb csapatokhoz, akkor a női válogatottunk majd egy nagyon hosszú folyamat 4-5 év múlva elérhet oda, amit kitűztünk célul. Megjegyezném, hogy most, amikor pályára léptünk az osztrák válogatott ellen, a magyar csapatnak az átlag életkora 21 év alatti volt. Uh-huh. Tehát ez egy fiatal csapat, ha jól értem, még formálható ilyen szempontból természetesen. Van-e annak jelentősége, hogy azért ez a csapat, azt gondolom, de javítsak ki, rosszul gondolom, hogy javarészt amatőr, tehát nem professzionális szinten a szónak abban az értelmében játsszák a futballt, mint hogy egyébként erre gondolni szoktunk, tehát nem feltétlenül ebből élnek, vagy igen? Nem ebből élnek, nem ebből viszont élnek. Ami nagyon fontos... Zsanett nyilván egy más eset, ugye igen, külön teljesen kategória. Más. Hát a Zsanit példaként lehet hozni, hiszen a futball mellett tanul és dolgozik kint. Tehát ő neki már megvan az az élete, ami a futball után is van. A mi női labdarúgóink, ezek a 20 év alatti hölgyek, ugye átlag életkorban, nagyon fiatal a csapatunk, ezek a lányok iskolába járnak, páran dolgoznak, amatőrök, de a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a segítségével kinyílt egy kapu nekünk, azok a női válogatott labdarúgók, U17, U19 és felnőtt válogatottat, három válogatottat működtetünk, a legtehetségesebb játékosok durván 60 fő ösztöndíjba részesül. Valamint ugye ilyen összetartásokon napi díj is van. Na most ugye ezzel egy picit már én azt mondom, hogy fél profikká válnak. Uh-huh, tehát van egy valami fajta anyagi ösztönző erő is. Így van, uh-huh. Így van. Na most van az, ugye, hogy ezt a munkát, ezt januárban kezdtük el. Az MLS most biztosított Európában egyedülként olyan segítséget nyújtott a női labdarúgás, ami nekünk a női labdarúgásban levőknek ki kell használnunk. Hát olvastam is, hogy elég elégedetlenek voltak egyébként pont ezért most ez az osztrákok elleni eredménnyel, de nyilván azért hány hónap is telt el január óta, azért ugye gyakorlatilag 10 hónap alatt nem sok fecske, vagy 8 hónap alatt nem sok fecske csinálhat nyarat, ez még egy picit rövid időnek tűnik. Zsanett, egyébként amikor te hazajössz a Bundesligából és a csapatod teljesítményét ismerve visszaszállsz a magyar válogatottba, akkor az neked mi nevezhetjük úgy, hogy minőségi visszalépés, vagy ezt nem érzed a válogatott játékán? Persze valamilyen szempontból ez egy visszalépés, de minőségi visszalépés, ez nekem nagyon nyersen hangzik, uh-huh. Szóval ez szerintem ez nem így van. Teljesen más ugye a két ország foci kultúrája, és én mindenhol azt mondom, hogy a magyar focisták tehetségesek, technikásak, taktikailag tényleg jól tudunk együttműködni, csak az, ami hiányzik, ugye a 60. perctől már egyszerűen nincs tempó a játékunk, uh-huh. És ezáltal ugye ez nagyon... kondíció kérdése, vagy igen, mindenki igen. Kérdése? Uh-huh. És az meg viszont egyszerű. Az megszerezhető igen, a kondíció. Csak hát ugye ahhoz kéne egy olyan bajnokság, mert nem lehet elvárni értem. Most 22 játékostól, hogy aztán suli előtt, vagy után, vagy éppen ahogy elmenjen futni, uh-huh. meg ahhoz kell valaki, hogy ott legyen mögött és hajtsa. És akkor is, hogyha meg... Egy olyan, akár adott esetben erről léti edző, aki hát csúnya értelmében kitapossa a versenyzőkből azt a fizikai teljesítményt, amihez kell. Meg ez szerintem egy csapat kell, mert ugye ilyenkor kovácsolódik ki az együtt, az a mozgás, az minden ami egy jó foci csapathoz kell, az akkor, amikor, hát durván mondva, amikor együtt szív a csapat. Uh-huh. És ez hiányzik innen nagyon, hogy tényleg az egymásért küzdés, és nem azért, mert nem akarnak, vagy nem tudnak, vagy nem tudjuk, meg nem akarjuk, hanem egyszerűen, mert nincs meg az mögöttünk a válogatottal, ami kellene ahhoz, hogy tényleg a meccs látszódjon. Ha már csapat teljesítményt és a mondjuk ugye bajnoki erőviszonyokat nézzük, az, hogy az MTK a BL 32-es főtáblájáig eljutott, ez meg mit jelenthet? Te aztán azt gondolom, igazán meg tudod ítélni, hogy ez mit ér a nemzetközi porondon? Hát, hogy a nemzetközi porondon ez most meg lesz érezve, vagy nem, azt őszintén megmondom, nem hiszem. De nekünk ez egy jó dolog, mert ezekből ugye ki lehet indulni. Nekünk most Magyarországnak, magyar válogatottnak, minden magyar női csapatnak meg kell ragadnunk azt a kicsi pozitívumot, amiből mi felépíthetünk egy nagyobbat. Persze ez nem úgy van, hogy egy év múlva most már ott lesznek a legjobb 16 között, de évek múlva ebből sok mindent lehet kihozni, sokat lehet tanulni, uh-huh. És az a nemzetközi sikerélmény, amit az MTK átélt, ugye a Potsdam ellen, egy nem rossz csapat ellen, 60 percig nem kaptak gólt, ebből a válogatott is kamatozhat, mivel sok MTK-s játékos van.
el lehet mesélni ezeket az élményeket. Szóval sok olyan dolog van, amit meg tudunk tanulni, csak ehhez ugye nyilván elég sok idő kell. Nincs most túl sok idő a következő mérkőzésig, ugye megy tovább a világbajnoki selejtezőben zajló menetelés. Hogy készül most a válogatott az osztrák Kereni Fiasko után? Csak röviden. Igen, hát ez most érdekes dolog. Én azt szeretném mondani, hogy valamit tisztába kell tenni a női labdarúgásban is. És a férfi labdarúgásban is elkövetjük azt a hibát, hogy rózsaszín álmokat kergetünk. Ne kergessünk, beszéljünk reálisan, én igen, reálisan. Tehát reálisan az osztrákokat mi nekünk nem kell tudni megverni most jelen pillanatban. De nem jelenti azt, hogy egy év múlva, két év múlva nem tudjuk őket megelőzni. Meg hogy nem kell rá törekedni. Mert a másik dolog, hogy előttünk a levő kalapba vannak. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nem mi vagyunk az esélyesek. Ezt ki kell mondani. De nekem is csalódás, hogy többet vártam a csapattól. Az első kalapban a franciákat lehetetlen, hogy megelőzzük. Most jelen pillanatban. A finneket szintén nem. Az osztrákok előttünk vannak. Negyedik kalapban vagyunk mi. Ha csütörtökön és majd 23-án a bolgár és kazasztán válogatottat nem verjük meg, akkor lehet mondani, hogy hát ez csalódás. Ez a mérkőzés 3-es volt. Nem mi jöttünk ki belőle jól. Első VB selejtezőnk volt, és azt hiszem, meg kell jegyeznem, hogy nekem 2-től szombatig, 4 nap alatt a kezdő csapatból 6 játékos különböző problémákkal küszködött. Betegség, sérülés. 6 kezdő játékos. Nem ez a kifogás. De az biztos, hogy el kéne gondolkozni a női labdarúgó kluboknak is, hogy be kellett tenni kedre, világbajnoki selejtező előtt, egy Fradi, MTK válogatott mérkőzés előtt, egy bajnoki mérkőzés, egy elmaradt mérkőzést, ahol a két csapatból 15 játékos van. Értem. És tehát, nem, ez, értem, nem, ez a, nem ez a bajnoki mérkőzés volt kisorsolva. Szervezési probléma. Tehát nagyon sokat kell nekünk, az a lényeg, össze kell fogni. Kluboknak, válogatottnak, vezetőknek, játékosoknak. De egy célunk van, hogy 2017-19-re ez a fiatal válogatott, ez 4-5 éves munka kell, heti rendszerességgel edzőtáborok, nemzetközi mérkőzések, akkor majd számon lehet kérni. Az butaság, hogy 6-7 hónap után akármennyi milliót tesz be a Magyar Labdarúgó-szövetség, hogy mi majd megverjük a franciákat, az osztrákokat. Én maximálisan most egyetértek ezzel, nem lehet mindent pénzzel ilyen rövid idő alatt megvenni. Van. Tapasztalat és az elvégzett munka az kihagyhatatlan tényező. Nagyon fontos. Ezeket mindenképpen. Igen, és azt szeretném, hogy csütörtökön nyernünk kell. Ott legyen nincs, így, Bulgária nincs a következő ellenfél. Bulgária a következő. Kazasztán. Én azt szeretném, hogy ez az út, ez, hogy ön is most itt vázolta előttünk, ez így menjen tovább, és valóban ez a szisztematikus munka, ez megmaradhasson, hogy ez a válogatott megerősödhessen, megtollasodhasson, és minél több olyan játékos legyen benne, mint Jakab Fizsanett, akinek sikerült akár a BL trófeát is elérnie. Gratulálok ehhez még egyszer szívből. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá. Köszönöm szépen.